Felröppentek hír, hogy adócsalás gyanúja miatt nyomoz az ügyészség a devizahiteleket nyújtó bankok ellen. Kásler Árpád, a Banki Adósok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke. Itt van velünk a telefonvonal végén. Jó reggelt kívánok, köszöntöm. Jó reggelt kívánok. Ön első fokon nemrégiben pert nyert az egyik bankkal szemben, mert hogy a bank a devizahitel kezelési költségeit külföldi fizetőeszközben számolta el, ezt lehetett olvasni erről, de egy picit pontosít nekem azzal kapcsolatban, hogy miről is volt szó, röviden? Így van, pontosabban az OTP bankkal szemben nyertem első fokon, és holnap lesz a másodfokú első tárgyalás a szegedi ítélőtábla előtt. A bíróság kimondta ítéletében azt, hogy a bank jogellenesen számolta el devizaköltségben a kezelési költséget, ugyanis a kezelési költség az a hiteladminisztrációs költsége, amely nem emelkedett oly mértékben, mint a deviza árfolyama. És ebből következően született meg lényegében a feljelentés is az adócsalás miatt, ugyanis hogyha a bank ezt költségként szedte be az adósoktól, költségként könyvelt el, de nem merült fel költségként, akkor a nyomozóhatóságoknak azt kell kideríteni, hogy akkor hogyan lett elkönyvelve. Most arról van szó, hogy több bank, illetve több pénzintézet ellen is folyik hasonló nyomozás. Ugyanarról az eljárásról, ugyanarról a módszerről beszélünk más pénzintézeteknél is? Így van. Hát itt nem csak a kezelési költség, hanem maga a kihelyezett tőkére is vonatkozik ez a dolog, ugyanis időközben nagyon jelentősen elmozdult a deviza árfolyama, és a visszakapott többletköltséget a bankok úgy könyvelik el, minthogyha ő visszakapta volna az eredetileg kihelyezett összeget, mivel az a deviza megfelelője, az most is ugyanaz, de amennyiben a valós átváltást a bankok nem csinálják meg, és az információink szerint ezek a deviza átváltások nem történnek meg, ugyanis ezek mindig forinthitelek voltak, forintban folyósították, forintban törlesztünk, tehát akkor ezek adóköteles jövedelemként kell, hogy megjelenjenek, és hát annyi változás van itt, ha jól hallottam, akkor a tegnapi nap folyamán Kovács Levente, a Bankszövetség főtitkára nyilatkozott ez ügyben, és ismételten a Bankszövetség mérhetetlen cinizmusáról tett tanúbizonyságot, amikor az egészet, ügyet megpróbálja azzal elbagatellizálni, hogy a feljelentő ismeretei egy BT könyvelési szintjén lehetnek, ugyanis a bank máshová kell, hogy könyvelje az árfolyam különbözetet, és a banknak az árfolyam különbözetén sem nyeresége, sem vesztesége nem lehet, és a pozícióit úgy kell zárja, hogyha valahol nyereség keletkezik, akkor a másik oldalon ezt veszteségekkel kompenzálja. Hát ez mind szép és jó, meg azt is mondta, hogy mára, már szerdára, a mai napra ez a nyomozás le is fog zárulni. Hát én azért nagyon bízok a tisztelt Nemzeti Adó és Vámhivatal bűnügyi nyomozóival, hogy azért egy ilyen komoly vizsgálat, ami több tucat bankot is érinthet, ez nem egy nap alatt fog lezárulni, és főleg nem valamelyik bank, vagy éppen a Bankszövetség egyoldalú nyilatkozata alapján, hanem pontosan ezt a könyvelési trükköket kell megvizsgálni a tisztelt nyomozóhatóságoknak, mert itt ezer milliárdokról beszélünk, az érdekes fejlemény lenne, hogyha amennyivel megemelkedtek a devizák, tehát az 50-60% többlet jövedelem, az valahol veszteségként is keletkezett, tehát azzal nincsen baj, hogy máshová kell könyvelnie a banknak. Az a lényeg, hogy a többletbevétel, ami a hazai vagy nemzetközi pénzpiacokon az átváltás nem keletkezett ténylegesen és valósan, tehát nem virtuálisan, ha valós eseményként, valós gazdasági eseményként nem jött létre, akkor az adóköteles bevételként kell, hogy megjelenjen. Kásler úr, köszönjük szépen a másodfok eredményéről is, biztos, hogy be fogunk számolni, köszönöm, hogy ezt elmondta nekünk.